dar hogy egy forint beruházó termelői vagyonnak nem lehet létrehozni, mint egy forint az a bruttó hazai terméket. De ez nem lehetséges. Hát ez is egy szándékos dolog volt, hogy alul értékelték. Akkor jött az állami számvevőszék 2003-ban egy tanulmányában ezt a ezt az értéket módosította 2600 milliárd forintra. De ez sem volt az igazság, mert kiderülőben senki sem vette tudomásul, hogy a statisztikai hivatalnyugat kis zsebkönyvben is rögzítette és bemutatta, hogy 1989-ben a termelői vagyon értéke 6200 milliárd forint. 3,5-szer több, mint amit a pénzügyminisztérium hazudott termelői vagyon. Hát igen, ezzel ma is szemben állunk a mai értékelésnél, amikor alul értékelik a még megmaradt vagyont is, mert ugye úgy könnyebben lehet értékesíteni. Visszatérnénk majd erre a területre, jó? De egy picit próbáljuk a gyakorlatba is átültetni, hogy mi a csodát jelentettek ezek a technikák. Varga István, akire azt mondtam, hogy az egyik kedvencem és az egyenes gerincén kívül legfőképpen azért, mert az írásainak ilyen címeket tud adni, és az előadásainak, hogy álság a válság, meg olyan, hogy a lódító hódítók, és ezek annyira önmagukért beszélnek, hogy hát ez maga a magyar nyelvnek a gyönyörűségét is természetesen tükrözik, és mivel ő 1970 óta vállalkozó, én azt hiszem, hogy ő a gyakorlatból is nagyon jól láthatta közelről, hogy milyen technikák is történnek, amikor a nemzeti vagyonunkat elhárják. Kapsz egyet. Nagyon szépen köszönöm a meghívást és a lehetőséget, hogy nem mondjam el azt, amit szerettem volna, és elmondjam azt, amire a művészek inspiráltak. Bevezető ima közben döntöttem el, hogy én most egész más fogok önöknek mondani. Mégpedig azt, amit valóban átéltem, önök is átéltek, sőt átélnek mai napig is, csak nem tudnak róla. Tehát, bár ha ki hallotta, talán emlékszik, hogy gyakran számokkal operálok, és a pénzügyeket figyelem jobban, de kétségtelen, hogy a 80-as évek végétől a 90-es éveket úgy éltem át, hogy részt vettem a privatizációban, mint vevőjelölt, és miután minden alkalommal eltanácsoltak a vételtől, igen sűrűn éltem át azt az időszakot, tekintettel arra, hogy nem egyszerűen tudomásul vettem ezeket a döntéseket, hanem pert indítottam, adott esetben egy egész iparág, a növényolajipar tekintetében egy forintra pereltem be a magyar államot, csak azért, hogy a valóság föltáruljon. Nos, csak hogy a film okán említem, a indító gondolatként, hogy 1991. október 22-én este az asztalomon, az irodában megszólalt a telefon. Angolul jelentkezett egy úr, és azt kérte, ha éppen elérhető vagyok, megtenném, hogy átváradok, mint egy 100 méterre az irodámtól egy másik irodába. Ezt úgy hívták, hogy Pricewaterhouse, ez egy bizonyos pénzügyi tanácsadó cégnek az irodája, ott volt a szomszédokban. Átváradnék-e hozzá, mert szeretne átadni nekem egy levelet. Átmentem. Ez a levél egy pályázati kiírás volt, nevezetesen Magyarország egy stratégiai élelmiszeripari ágazatának az eladási pályázata, mégpedig úgy, megfogalmazva angolul, hogy egy hét múlva adjam be bankgaranciával együtt az egész ágazat következő 10 évre vonatkozó fejlesztési tervével az ajánlatomat. Október 23-án írtam egy levelet, amely körülbelül így kezdődött. Mikor méltósággal ünnepel az ország, én kénytelen vagyok egy levelet írni önöknek. Abból azokból kifolyólag, hogy én még mindig úgy tudom, hogy Magyarországon a magyar nyelv, a hivatalos nyelv, ha egy magyar vállalatot kívánnak eladni, akkor legalábbis elvárom, hogy ne angolul, hanem magyarul tessenek a pályázatot a kezembe adni. No, ebből aztán nagy baj lett, mert elindult egy folyamat. Most ezt a folyamatot akartam egy-két színes elemét említeni önöknek, mi minden történt a parlamentben, mi minden történt a minisztériumokban, mi minden történt a bíróságokban,
De ezt most azért nem teszem, mert az időt nem szeretném ebben vesztegetni, ebből biztos színesen meg lesznek a filmben, hanem én egy egész más dolgot szeretnék mondani, pontosan a földanyag, illetőleg a testünk táplálása okán. Ugyanis itt nem egyszerűen egy vállalateladásról volt szó, hanem a magyar nemzet biológiai leépítéséről. Ezt szeretném megmutatni. Mi az, hogy növényolaj? A növényolaj nem egyszerűen egy olajsavitolás, hanem egy olyan olajos magnak a feldolgozása, amiből egyik irányban élelmiszer jön létre, másik irányban darab, hiszen a száraz anyag egy fehérjedús takarmány. Tehát Magyarország szántóföldjének 10%-án azért termeltünk ilyen sok olajat, amit feldolgozva exportáltuk modern világban kitermelő felújított gyárakban, vagy újon épített gyárakban, mert a takarmány nagyon fontos volt az állattenyésztés fenntartásához, illetőleg hát ha beletetszenek gondolni, mindannyian azt hiszem tudjuk, aminosavakból épülünk föl, részben növényi, részben állati fehérjét veszünk magunkhoz, és hát az állat is a növényi fehérjéből táplálkozik. Tehát nagyon könnyű kiszámítani egy ország fehérje szükségletét, hiszen ismerem a lakóit, ismerem az ottani klimatikus viszonyokat, meg az egyéb demográfiai tényezőket, pontosan meg tudom határozni, hogy mennyi fehérjére lesz szükség az elkövetkezendő időszakban. Nos, ekkor nem történt más ebben a levélátadással, mint megindult a magyar fehérje fogyasztás átvétele, de nem a magyaré, nem az európaié. És ezt szeretném bemutatni gyorsan. Megjelent egy társaság, akkor úgy hívták, hogy Ferucci. Ez a Ferucci egy családi vállalkozás volt, olasz. Ferucci úr egyébként pedig New Orleansben egy tőzsdei gabonakereskedő volt, aki 70-es években áttelepült Európába, és hogy nem, elképesztő mennyiségű hitelt kapott bankoktól, és ezeken a hiteleken sorra vásárolta föl a európai élelmiszeripari vállalatokat. Leginkább Olaszországban, aztán tágult tovább Franciaországban, Spanyolországban, illetőleg Németországban. Megalapított például egy kisebb céget átalakítással, az vette meg a magyarországi cukoripar egyharmadát, akkor ő már itt volt Magyarországon, de számos más takarmánnyal összefüggő keverőket és egyéb ilyen kisebb létesítményeket próbált már megszerezni az időtárt. Nos, ez a Ferucci cég, mint családi cég a következő technikát alkalmazta. Megszerez egy vállalatot bankhitelből, majd kiveszi a pénzt a vállalatból, azzal visszafizeti a vételárnak a fordított hitelét, majd a cég vesz föl hitelt, hiszen a kivett pénzt valamiből pótolni kell. Most már a megszerzett társaság adósítja el magát, és ezzel folyamatosan a banki háttér uralma alá helyezi ezeket a vállalatokat. Tehát elindult Európában egy uralomszerzés, ahol háttérben a bankok uralják el az élelmiszeripar stratégiai hányadát. Ugyanis, mint tetszenek tudni, a római szerződéstől kezdve folyamatosan Európa védte a belső mezőgazdaságát és feldolgozó iparát, de ezt a diót valahogy szerették volna föltörni a tengeren túlról. Ugyanis a tengeren túlon a fehérje takarmány döntő része szója. Azt is leginkább Dél-Amerikában termelik, az őserdők kiirtásával. Ugye egyszer tudni, hogy a McDonald's-nak a marhahús termeléséhez is ez az egyik legnagyobb természetpusztító mondjuk folyamatnak is mondható hányad, nemzetesen a marháknak legelő kell, kiirtjuk az őserdőt. És a legelő mellett szóját termelünk nedves páras környezetben, és azzal letetjük őket. Tehát ezt a szóját akarták Magyarországra behozni úgy, hogy leváltják az itthon meglévő fehérje takarmány előállítást. Tehát a szántóföldjeink 10%-ának a felhasználását lehetőleg úgy átalakítani, hogy megszerezzük az olajsajtolást,
ezzel megszerezzük a takarmány előállítást, lebontjuk ezeket a gyárakat, ezzel, aki még mindig napraforgót vagy repcét akar termelni, arra szorítjuk, hogy exportálja a magot, vigyék ki az országból, ne itt sajtolják, mert akkor kiviszik a fehér takarmányt is. Igaz, hogy ez egyébként rossz üzlet, nagyon szállítási igényes, költségigényes, stb. Tehát a magyarokat egyrészt nyersanyagtermelésre szorítjuk vissza, másrészt elveszük tőlük a takarmányukat. És akkor helyébe be lehet nyomulni a tengeren túli szójába. Tehát miközben én harcoltam ennek az ágazatnak a megtartásáért, közben a magyar kormány Kóperben szója kikötőt épített a magyar állampénzén, hogy a szója a mi infrastruktúránkkal könnyebben tudjon beutazni az országba. És valóban ez történt. Egy pár év alatt négyszeresére nőtt az ország szója importja, miközben az állatállomány már felére csökkent. Tehát fajlagosan 8-szoros hányadot vett át a szója a belső takarmányban. Majd tovább csökkent az állatállomány, és mi történt? Eltűntek a növényolajgyárak, egy, azaz egy maradt, de közben valami más is történt. 1993-ban csődbe jutott a Ferruzzi családi vállalat, és mindegy 20 milliárd dolláros csőd hiányt hagyott maga után. Nem azért jutott csődbe, mert elsikasztották a pénzt. Dehogy is. Hát ez az egész folyamat erre volt felépítve, hogy megfelelő időben csődbe jusson, mert a bankok átvették ezek után a javakat, most már formálisan is. Átstruktúrálták, hogy kinek a kezébe adják, és mit ad Isten? Tengeren túli kézbe adták azt a hányadot, ami még Magyarországon megvolt. Azaz egy navényolajgyárat maradt fünn. Tehát ma Magyarországon a világ egyik legnagyobb szója termelője a feldolgozó tulajdonosa Martfűn, amelyiknek nem érdeke napraforgót feldolgozni, csak tessék, lássék, azért fenntartotta. Na most, ez a társaságnak azonban nem volt mindenre pénze, bár ugyan volt, de hát nem akart erre fordítani, hanem bizonyos csöndes New York-i magánbefektetők tőkét emeltek ebbe a szója feldolgozó amerikai cégben, és azzal a tőkében jelentek meg, ő speciális részvényeket bocsájtott ki, tehát ma nem tudjuk, hogy kinek a kezében van az alapvető fehérje termelése az országnak, amivel az életünket megpróbáljuk fenntartani biológiai értelemben. Ezek a stratégiai folyamatok határozták meg ezt az időszakot, és ennek voltam én részese úgy, mint aki megpróbálta a jog és a pénz tisztességes alkalmazásával a tulajdont magához vonni. Úgy, hogy 170 mezőgazdasági szövetkezettel együtt léptem föl, azzal, hogy a magyar gazdák kezébe kerüljön az ágazat. Na ez volt az én stratégiai hibám, ezt nem tűrhette az az átalakulás, amit átértünk. Úgyhogy engedjék meg, hogy most megkíméljem önöket a bulváros stílusú, botrányos politikai és jogi magatartásoktól, aztán majd a filmben részben tetszenek látni. Azt hiszem, kezd hátborzongató lenni a dolog, de ahogy a szója szót meghallottam, nagyon-nagyon sajnálom, másról is eszembe juthatott volna Paplács professzor úr, de egyből jutott az eszembe, mert nagyon jól ismerem a szójával kapcsolatos felfogását és álláspontját. És mielőtt őt megszólítanám, hogy e területről és ennek a következményéről szóljon valamit, engedjenek meg egy adatot. Legjobb tudomásunk szerint a privatizációval 2 millió munkahely szűnt meg, és a keresőréteg 40%-a munkanélkülivé vált. Én úgy gondolom, hogy ez a folyamat is rendkívül jelentősen rányomja a nemzetre és a nemzet tagjai egészségére a nyomát, és én úgy gondolom, hogy ennél autentikusabban, mint Paplajos professzor erről a témáról senki nem tud mondani. Professzor úr! Köszönöm szépen! Szeretetben mindannyian. Mégsem ezzel kezdeném, ha kedves Izabella asszony megengedi, mert szeretnék egy dologra figyelmet irányítani. Az elhangzottak alapján egyértelmű, hogy a földet, a vizet, a levegőt, a
napfényt egyelőre véglegesen nem tudják elvenni tőlünk, és csak a mi akaratunkon múlik, hogy mikor vesszük vissza. Az épített értékeink itt maradtak, ha mások tulajdonában is van, a mi felfogásunk szerint ez csak birtok és nem tulajdon, tehát a miénk marad és lehet. Valóban ezt a népet többször kirabolták, és a termelt értékeket külhomba vitték. De van nekünk egy olyan nemzeti értékvesztésünk, ami pótolhatatlan. Ez pedig az életvesztés, az élet szentsége a legfőbb dolgunk e világi életünkben, és én is matematikai egyszerű összeadásra kérem önöket. Az elmúlt században is én elhatároztam, csak megkönnyítette a művésznő, hogy Radnótit említettem. Az elmúlt század, amikor kéjjel öltünk, a csonka Magyarországról beszélek. Az első és a második háborúba kivetítve csonka országra, plusz a 30-as évek kivándorlása, a 20-as, 30-as évek halálozási szintje, a második világháború, az azt követő kivándorlás az országból, a háborús veszteségek és a kivándorlás mindösszesen 4,5, egyesek szerint 5 millió magyar lélekvesztést jelentett. 1957-től 8 millió magzatot öltünk meg mi orvosok. Nagyon egyszerű számtani művelet, ha a 45-től 57-ig elpusztított életet számítjuk, amit elfelejtenek a statisztikából a közölni, összességében mintegy 13 millió ember életet vesztettünk el az elmúlt században, és az, ami az elmúlt 20 évben történt, az olyan, mint a jéghegy csúcsának az ismerete, mert 2007-ben a CIA végzett 222 országra kiterjedő felmérést, többek között a reprodukciós rátát vizsgálták, mely szerint itt Európában a mi halálozásunk, csecsemő és ifjúkori halálozásunk okán 2,17 század gyermeket kell egy házas párnak világra hozni ahhoz, hogy a népességet szinten tartsa. A 222 országból Magyarország 2007-ben a 202. helyen volt, 1,33 százalékos reprodukciós rátával. Nem csak az abszolút számokat kell nézni, és mindenhol elmondom, ahol lehetőségem van, mert ez a nemzet etnikai felépítése hosszú évekig garancia volt arra, hogy ezt az országot a munkás kezek tudják a mindenkori válságokból kiemelni. Tehát tisztelettel jelzem, hogy a 8 év alatti korosztályban ma Magyarországon a cigány gyerekek lélekszáma meghaladja a magyar gyermekek lélekszámát, és ha ezt a reprodukciós rátát és a lehazudott, elhallgatott, de bizonyos statisztikai számokból kiszűrhető etnikai átalakulást veszük, akkor 2050-re kisebbségbe kerül Magyarországon a magyar. És itt, ha homokba dugjuk a fejünket, a nemzeti vagyon, az nem csak közgazdasági nominális értéke, nem csak élő számértékben, hanem azzal a kulturális és hagyomány vagyonnal mérhető, amiről Jóska bácsi sokszor beszélt,
de tulajdonképpen ez a leggonoszabb és a leggyalázatosabb vagyonvesztés, mert, és tessék elgondolkodni, csak a 45 előtti időszakban egy itt ülő bármelyike, aki polgári foglalkozást űzött, a férfi eltartotta a családját, a feleségét, a 3-4-5 gyermekét akár. Ma két kereső nem tudja eltartani a 3-4 gyermekét, vagy mély szegénységbe taszítja a családját. Én azt kérem a jelenlévőktől is, hogy a veszteség listán kalkuláljunk a kiszámítható és előrelátható veszteséggel. Ugye egy tudós ember mindig lehetőségekkel számol, ez egy sokfaktoros vizsgálat tulajdonképpen, amit igazán csak a faktorok egy részét tudjuk vizsgálni, de én szerintem a legkeményebb faktor, és tessék a mostani rendelkezéseket nézni, minden az ellen történik, hogy a megmaradt reprodukciós rátát is tartani tudjuk, mert minden a gyermek ellen, a család alapítás és a család, a gyermek nemzés és szülés ellen szól, kivétel nélkül mindegyik Bajnai Gordon intézkedés, és nem szabad elfelejteni, hogy ezzel egy időben van egy félelmetes dolog, mindenhol van csökkentés, de az abortuszra szánt 1,5 milliárdos összeget 100 millióval megemelték. A parlamentben döntöttek afelől, hogy 18 éves, ma sajnos életlen hölgyek véglegesen megfosztják magukat az anyaság lehetőségétől. És akkor sorolhatnám, de nagyon röviden mondom, mindez, és elnézést kérek a gazdaság tisztes és tiszteletben megöregedett művelőitől, de bárhol indulunk el, mindig csak a felszínt kapargatjuk. Tessék kiszámolni majd, hogy az a rendkívül olcsó befektetés, ami az erkölcs és hit oktatást jelentette volna az elmúlt 20 évben, hogy ha ezt oktatják és erkölcsre neveljük a gyermekeinket, akkor mennyivel kevesebben kerültek volna lopás, rablás miatt börtönbe, és egy dologot, amit elfelejtünk, ma a munkaképes, életerős férfiakból 200 ezer azért áll őrt, hogy ne lopjanak, ne raboljanak, és mellettük is rabolják az országot, mert hogy ezek az úgynevezett biztonsági őrök. Hol számolta ki azt valaki valaha is, hogy ez az erkölcsi romlás közgazdasági szempontból mit okozott? Tehát ezért itt és minden helyen, ha nem állítjuk fel az Isten, vissza az Isten központú világot, ha nem állítjuk vissza a 10 parancsolatnak minden egyes tételét, akkor ezek a közgazdasági számítások nem számíthatók, mert ezek exponenciálisan emelkednek. A vagyongyarapítás lehetősége itt is, mert erről se beszéltünk, hogy mit vesztett a magyar kultúra, a magyar oktatás, hol van már az nevetséges, és mindenkinek tudni kell, hogy már régen nem igaz az a tétel, hogy a magyar oktatás nemzetközi színvonalú, a magyar oktatás balkáni szintre süllyed, soha ilyen az elmúlt században, a legrondább rákosi időszak alatt sem volt, és pontosan az a lehetőség, amit a mi anyanyelvünk, a mi kultúránk adhatott volna, ez a bizonyos szellemi kapacitás is elveszett. Tehát már ma a mi hallgatóink, akik az egyetemről kikerülnek,
második vagy harmadik vonalbeliek, és ne kincsünk a szemünkbe mákonyt, mert már régen nem vagyunk az érvonalban. Többet szóltam, mint kellett volna, de nagyon-nagyon kérem Önöket, hogy küzdjünk meg azért, és aki teheti, nem azért, mert most ez egy érzelmi megnyilvánulás lesz, nem azért, mert jobb a következő kormány, de a lehetőségért küzdünk. Minden nap, amit ezek itt töltenek, az nem csak közgazdaságilag, hanem közgazdaságilag érték, tehát nem is fölfogható mértékben rongálják a lelket, mert a gyerekeink, tessék, akinek gyermeke, unokája van, egyszerűen nem hisznek abba, hogy tisztességesen lehet és szabad élni. Tehát először vissza kell állítani a 10 parancsolatot és a tisztességet, hogy mindent valahol elkezdjünk. Erről jutott eszembe, hogy olvastam valamikor egy tanulmányban, hogy a globális világnak a magyarokkal az a terve, és úgy számolt, hogy elég lesz 8 millió is. Akkor Önök már egy újabb tanulmányt is olvastak volna. Hölgyeim és Uraim, hozzá kell, hogy tegyem, hogy Bogár professzor úr jelezte, hogy feltétlenül szeretnek egy mondatot hozzátenni ehhez a témához. Igyekszem tényleg csak nagyon három mozzanatába szeretnék szólni ahhoz a nagyon megrendítő gondolatsorshoz, bocsánat, így van, amit Paplajos professzor úrtól hallottunk. Az egyik, hogy miért nem segít rajtunk az Isten, mondjuk el sokszor, mert nem hagyjuk. Mert mi nem hagyjuk, csak egyetlen dolgot tennék ehhez hozzá. Nincs a világon ma egy olyan ország, ahol büszkén és csillogó szemmel ne hirdetni a politikai elit és a társadalmak is, hogy az állam és egyház szétválasztása az elmúlt két évszázad egy nagyon fontos. Észnél vagyunk? Szóval tudjuk, hogy miről beszélünk? Hát mi magunk tiltottuk ki a teremtőt a saját életünkből, cinikusan nagyképű, hogy nincs más szükség rá. Nehéz szavakat találni, tehát azért legelőször is önmagunkkal kellene szembenézni. Tehát amikor azt mondjuk, hogy miért nem jön az Isten, miért hagyja, miért nem segít, azért, mert mi akadályozzuk meg. 200 éve cinikus gátlással, pusztítással mi szegülünk szembe mindezekkel. Ezt azért nem áthatjuk. Tehát legelőször is saját magunkban kellene számvetést csinálni, ahhoz, hogy egyáltalán Isten segítségül hívhassuk. Ha pedig mindig a gondviselésre várunk, akkor nem árt elgondolkodni azon, hogy a gondviselés csak a mi bátor és becsületes cselekedeteinken keresztül tud megnyilvánulni. Azt természetesen, pláne ha mi szegülünk szembe a gondviseléssel, hiába várjuk, hogy az akaratunk ellenére fog majd rajtunk segíteni. Ezt azért nem árt, ha rögzítjük, még mielőtt másokat másképpen akarunk mindezzel vádolni. Népesedés. Ratkó gyerekként mi akkoriban 250 ezeren születtünk évente. A gyerekeim nemzedéke a 70-es években már csak 170 ezeren, a most születő unokáim már csak 90-valahány ezeren. Ha nagyon-nagyon derülátók vagyunk, akkor talán a következő nemzedékben elérjük az 50 ezres születésszámot, hogy is 253 nemzedéken keresztül 75 éven át 250 ezerről 50 ezerre csökken a születésszám, miközben a halálozások száma 100 ezerről 160 ezerre fog, ezt már pontosan tudjuk, 160 ezerre fog növekedni. Na most, hogy is van ez? A majdnem háromszor annyian születnek, mint amennyien meghalnak állapotából, már kézzelfogható valóságként itt van, 20 éven belül be is következik, 25 éven belül, hogy háromszor annyian fognak meghalni minden évben, mint amennyien születnek. Nos, ha 75 éven keresztül, mert ez nem derültékből villámcsapás, 75 éven keresztül, 4 nemzedéken át történik bennünk is velünk mindez. Hát hogyan? Hogyan nézhet önmagával szembe egy olyan emberi közösség, amelyik ezt nem csak hogy tétlenül szemléli, mert ez történik, nem csak hogy tétlenül szemléli, és nem csak hogy válasza nincs erre, hanem magát a kérdésre meri és tudja megfogalmazni. És most egy kis aktuál politikai anyázás, azért keverjük az anyázás technikai felszínen, azért néhány gondolatot. Ugye Bajnai Gordon csomagjával kapcsolatban csak az juthat az eszünkbe, ugye, hogy a BTK is ismeri, a súlyosbító körülményként azt mondja, hogy is van,
előre megfontolt szándékkal, aljasítókból, különös kegyetlenséggel. Nos azt hiszem, nyereségvágyból, nos azt hiszem, gyűjtsük ezeket, nos azt hiszem, és reméljük mindnyájan, hogy nem csak a büntetőtörvénykönyv, hanem a nemzeti számon kérő szék is, amely reményeink szerint minimum 2 éven belül egészen bizonyosan feláll, szintén súlyosbító történelmi körülményként fogja mindezt értékelni. Köszönöm szépen! Azt hiszem, hogy ha belemelegednénk, akkor holnap este is még itt ülnénk, de mivel a Polgárok Házától szívességben kaptuk meg ezt a termet, és külön köszönjük a Polgárok Házának ezt a lehetőséget, hát lassan eljár az idő. Ezért csak azt tudom mondani, hogy nagyon szépen köszönöm az uraknak, hogy itt jelen voltak, és megosztották ezeket a gondolatokat önökkel és velünk, és én úgy gondolom, hogy azért ez valamifajta keresztmetszetet már bemutatott önöknek, hogy ez a film miről is szólna, és mit is szeretnénk megvalósítani, és mi az, amit ez a film szeretne adni ennek a nemzetnek. Uraim! De hogy nem, a kerekasztalnak van csak vége, nem az esnek. Szó nem lehet róla, hát még a nemzeti kincseink következnek. A kerekasztal beszélgetést kell befejeznünk, hogyha igénylik, akkor lehet, hogy még valahol egyszer tudjuk folytatni ezt is, de a filmben mindenképpen. Úgyhogy az uraknak nagyon szépen köszönöm, és kérem, hogy foglaljátok el. Ugye, professzor úr, a szójára? Azért nem bonyolódtam ebben, mert itt a szója és az olaj is fölmerült. A szója ezt nagyon szomorú tudományos vizsgálati eredmények igazolták, hogy mivel a szója összetétele a női hormon összetételéhez hasonlatos, és minden, ahogy Hippokrátész mondta, a betegség az, amit megeszünk, az állat csak a hormonokat nem tudja lebontani, tehát az ilyen hormonális hatású fehérjéket átmegy az állatba, és a szójával táplált állatok, illetve a direkt szójafogyasztás, mint ahogy tudjuk, hogy a nagy gyorséttermi láncok a szóját adalékanyagnak, sőt dúsítóanyagnak, tehát ott is csalnak, elveszik, ahol most oda teszik a szóját, önöket arra inspirálják, hogy szójából készítsék az ételt. Szóval ez női hormonterhelést jelent, ez azt jelenti, hogy impotensé, magtalanná válnak a férfiak, természet megoldja a gondokat, tehát az, aki ilyet eszik, az nem nemzőképes, és hogy ez, hogy megértsék, hogy ez micsoda, szinte visszafordíthatatlan folyamat, mert a talaj mindent föl tud dolgozni, de a hormonokat azok átvennek a talajvizen, és vannak olyan városok Amerikában, ahol a kutakat elemezték, és egyszerűen átmegy a vízlelő helyekre, és visszaisszák, nem egyszer eszik meg, hanem még a vízzel is visszaisszák, úgyhogy ez az ízetlen budapesti vicc megvalósult, hogy ki a Duna vizét vissza, saját vizét vissza, de ez azért rettenetes, mondom, mert ezek a hormonok nem bomlanak le. Tehát ezért szóját ne fogyasszanak, nagyon szépen kérem, értéktelen szemét, szemétnek találták ki, úgy, ahogy annak idején a kutatások ugye hatalmas hazugságokkal terítették, de az egy külön előadás, hogy miért nem szabad növényi olajokat használni hevítve, mert azt a Úristen hidegen fogyasztásra alkalmasnak adta nekünk sok millió évvel ezelőtt, ha hevítik, rákkeltő anyagok keletkeznek, és a bármelyik növényi olaj hevítve rákkeltő hatású. Tehát ne fogyasszanak növényi olajat sem. A margarin pedig 2006-ban a Science és a Nature-ben megjelent megatanulmány, amely úgy jellemzi a margarin, ez a címe a cikknek, a margarin a terminátor. Aki margarin fogyaszt, 5 grammot, fél dekagrammot, az 30, aki 2 dekagrammot,
200%-kal növeli meg a szívinfarktus valószínűségét. Tehát azért mondom, itt olyan hazugság tengerben vagyunk, és a szívgyógyász kollégium hirdeti, hogy fogyasszanak margarint. Ezért mondom, nincs, ha a hazugságot nem számoljuk föl, itt részleteiben nem lehet ezt a rendszer megváltoztatni. Elnézést, ennyi. Nagyon szépen köszönjük. Ugye, hova jutottunk a nemzeti vagyontól? Hölgyeim és uraim, én most egy másodpercre szeretnék visszatérni. Szeretnék visszatérni az én szűk kis világomhoz, ami a fogható nemzeti vagyonról és közös kincseinkről szól, meg a közgazdasági értelembe vett privatizációról. És hát arra gondolok, hogy mivel gyakorlatilag már semmink nem maradt, ami az életfeltételeinket biztosítaná, és a kormány kifejezetten készül a termőföldünk és a vízkészletünk, illetőleg a vízbázisunkat kezelő vízi közmű társaságoknak is a privatizációjára, amely egy év múlva, ha marad ez a kormány, külföldi kézbe kerülhet, és ez nem csak ezeknek a vagyontárgyaknak a termőföldön termelhető étkezési alapanyagok, illetőleg az édes víznek a nagyon-nagyon visszafordíthatatlan folyamatokat gerjesztő felhasználását eredményezheti, mint ahogy hallottunk is ugye itt már rá példákat, hogy hogy lehet ezzel visszaélni, hanem megfizethetetlenné is teszi a magyar ember számára a saját termékeinek és a víznek a megvásárlását. Csodálatos kincseinket is már elvittek, és mindenki a saját eszközével tesz, és tegyen azért, hogy a nemzeti vagyonunk megmaradjon széles értelemben, szűk értelemben. Ez a hosszú körmondat ez azért volt, hogy el tudjam önöknek mondani, hogy egy jogász is a maga eszközeivel küzd, és a jogászok is a maguk eszközeivel küzdenek a vagyon visszaszerzése és megmentése érdekében. És nagyon sok szeretettel szeretném köszönteni itt a Nemzeti Jogvédő Szolgálatnak a megjelent tagjait. És ezt azért mondom, urak, tegyék fel a kezüket még, akik itt vannak, mert a Nemzeti... Igen, ott hátul és hölgy is van, Zsuzsa, igen. Egészen hátul, mert közben ki kellett nyitni, hál' Istennek, az áruajtót. Azért szerettem volna őket nevesíteni, mert szeretném itt önöknek bejelenteni azt, hogy a Nemzeti Jogvédő Szolgálatnál, tudják, dr. Gaudi Nagy Tamás vezetésével folyik ez a valóban szolgálat. Eddig az állampolgárokat a 2006. október 23-án család és elviselhetetlen módon lealjasított módszerekkel meglőtt és megsebesített állampolgárokat és megalázott állampolgárokat védik, és hát mondhatnám az ünnepeket, ugye legutóbb a mostani március 15-én történtek olyan atrocitások, ahol a Nemzeti Jogvédő Szolgálat rendkívüli nagy erőfeszítést tesz. De itt is találkoztak az utak, és megkeresett a Nemzeti Jogvédő Szolgálat vezetője, és Morvai Krisztina azzal, hogy alakítsunk már olyan vagyon csoportot a jogvédő szolgálaton belül, amelyik küzd a nemzeti vagyon visszaszerzéséért. Úgyhogy létrejött két csoport, az egyik egy kodifikációs bizottság, amely elő fog készíteni egy új törvényt, amelyet majd fogunk ajánlani a pártoknak, és nagyon kíváncsian várjuk, hogy melyik hatalomra jutó párt lesz az, aki legalább átveszi majd tőlünk ezt az anyagot. Ezen kívül pedig egy restitúciós bizottságot, amelynek a nevében benne van, hogy az a célja, hogy megpróbáljon felkutatni galád módon értékesített vagyontárgyakat és visszaszerezni a nemzet számára. Az első per gyakorlatilag már az előkészület majdnem 100%-os fokában van, ez pedig nem lesz más, és próbaper, talán tetszik önöknek is az ötlet, a tetszik alatt természetesen nagyon nagy szomorúságot tessék érteni. A most még regnáló miniszterelnök cége által fillérekért megszerzett öszödi villa visszaszerzéséért fogok mondani. Hát én úgy gondolom, hogy ez is a küzdelem része, mert ki kell, hogy mondjunk valamit, amit most már nagyon-nagyon jól tudunk mindnyájan. Én azt hiszem, ha kimondom a szót, akkor tudják, hogy kire gondolok.
hogy minden, ami igazságtalan, minden, ami galád, és minden, ami sátántól való, az elfolyik, egy dolog marad, a kő. De a kő az marad. Barátaim, engedjék meg, hogy bejelentsem nagyon kedves barátomat és a műemlékek megmentéséért folytatott korábbi küzdelmemben harcostársamat, Baró Zoltán színművészt. És a békességesek, erdők, hegyek, tavak és emberek. Jól gondolja meg, ki mit cselekszik. Mit asztják már az égben fontosságot? S a csillagok tengelyét már olyozzák szorgalmas hangok. És részen csillagfordulás megint. És miként hirdeti a Biblia, megméretik az embernek fia. S ki mint vetett, úgy ad. Mert elfut a víz, csak a kő maradt. De a kő maradt. Hát hiába Vas Albert, pótolhatatlan nemzeti kincsünk, úgy gondolom, ezért maradjunk még Vas Albertnél. Helgát kérünk.
egyszer egy ember, aki az ő háza udvarán oszlopot épített az ő istenén. De ezt az oszlopot nem márványból faragta, nem kőből építette, hanem ezer meg ezer apró, csillámló homokszemcséből, és a homokszemcséke kötte össze. És az emberek, akik ezt látták, nevettek rajta, és azt mondták, bolond. De az oszlop csak épül, egyre épül, mert az ember hittel a szívében építette az ő istenét. És amikor az oszlop készen állt, az emberek még mindig nevettek, és azt mondták, majd az első szél összeülti azt. És jött az első szél, és nem ültötte össze. És jött a második szél, és az sem döntötte össze. És akárhány szél jött, egyik sem döntötte össze az oszlopot, amely hittel épül. És az emberek, akik ezt látták, nagyon elcsodálkoztak. És azt mondták, varázsló! És egy nap berontottak az ő udvarára, és ledöntötték az ő oszlopát. És az ember nem sír, és nem szitkozódott, hanem kiment megint az ő udvarára, és hittel a szívében kezdett új oszlopot építeni az ő istenére. És ezt az oszlopot sem faragta már sem nem építette kőből, hanem megint apró, csillámú homokszemcséből, és a homokszemcsét kötte. Kárpát-hazánknak van egy fő ütőre. Dunának hívják. Duna nélkül nem létezünk, a Duna a miénk. Hiába folyik keresztül egész Európán, az a magyarok vize. Hát ennek a partján elmélkedett valamikor József Attila. És ezt Baskó Péter elmondja nekünk, hogy... József Attila a Dunánál. A rakodópart alsó kövén ültem, néztem, hogy úszik el a Dunáját. Alig hallottam, sorsomba merültem, hogy fecseg a felszín, hallgattam. Mintha szívemből folyt volna tova, zavaros, bölcs és nagy volt. Mint az izmokra dolgozik az ember, reszel kalapán, úgy pattant, úgy feszült, úgy ernyedett el minden hullám és minden mozdulás. És mint édesanyám ringatott, mesélt, és mosta a város minden szennyesét. És elkezdett az eső cseperészni, de mintha mindegy volna, el is állt. És mégis, mint aki barlangból nézi a hosszú esőt, néztem a egykedvű, örök eső múlva volt, színtelenül, mi tarka volt a múlt. A Duna csak folyt, és mint a termékeny, másra gondoló anyám köré a kisgyermek, úgy játszadoztak szépen, és nevetgéltek a habok felém, az idő árján úgy remegtek ők, mint sírköves, gyűrömű. Én úgy vagyok, hogy már százezer éve nézem, amit meglátok hirtelen. Egy pillanat, és kész az idő egésze, mint százezer ős szemlélgetelen.
Látom, mit ők nem láttak, mert kapáltak, öltek, öleltek, tették, amit kell. Ők látják azt, az anyagba leszálltak, mit én nem látok, ha vallani kell. Tudunk egymásról, mint öröm és bánat. Enyém a múlt, és övék a jövő. Verset írunk. Ők fogják ceruzámat, és én érzem őket, és eltékezem. Anyám úr volt, apám félig.